Én rosszul vagyok, heróton van attól, hogy akkor mit tudom én 7 év türelemmel viselt szenvedés, az egyik az eufemizmus, amitől rosszul vagyok, de a másik meg az, hogy akkor összefoglalják ezt a 7 évet. Mintha az a 7 év akkor csak a betegségről szólna, ez egy rettenetes baromság. Tehát ha végén meghal az ember benne, akkor is az eseteknek egy nagyon döntő részében ennek az időszaknak a 70-80, akár 90%-a teljes értékű élettel, vagy közel teljes értékű élettel telik, mondjuk egy kicsit fáradékonyabb, vagy ez vagy az, szóval, hogy ezek a sommázások, ezekkel engem ki lehet kergetni a világból, és ez nem függ össze a saját betegségemmel, mert ezt korábban is így gondoltam. A ráknak egy jelentős összetevője, pszichés. És aki ilyen módon tud a saját rákbetegségével szembenézni, és akkor még beszélgetéseket is elszervezni ezt illetően, ott én azt hiszem, hogy az illető túl fogja élni a rákját. Bocsánatot kérek tőled, utólag majd, ha hát amennyiben én öregebb vagyok nálad, úgyhogy ki tudja, melyik hal meg előbb. Ha én meghalok ebben, és valaki lemeri éni, hogy hosszan türelemmel viseltem, Tomi, én kijövök a sírból, és agyon vágják. Ez garantálom.